Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Hogy jutottam el ehhez a forráshoz, ezt elmondom nektek. Az anyukám 2002-ben halt meg, és ebben az időben szomorú voltam. A hit segített ezen áttenni magamat és a Biblia. Egyik napon volt egy ilyen ötletem, hogy fogom a nyakláncomat, így mutatom is nektek, és kinyitottam a Bibliát, észrevettem, hogy a nyaklánc kimozdul bizonyos szavaknál vagy mondatoknál, úgy, mint egy inga. És egy időben kaptam bizonyos gondolatokat is, tehát a forrás, a Biblia és a gondolatok által van ez a forrás, és ez az üzenet, amit átnyújtok nektek. Én ezt természetesen kérem és megköszönöm, de nem a nyilvánosságon, hanem inkább úgy csendben, visszahúzódóan, amikor egyedül vagyok. És most kinyitom a Bibliát, és megnézzük, hogy mi az aktuális üzenet. A munkahelyeden megvan a tehetséged, megkapod az elismerést, sőt néhányaknál előfordulhat az is, hogy több pénzt kapnak. Lesznek jó kapcsolatok, találkozások, szerződések. Találni fogsz valamit, ez lehet egy ruha is, ami tetszik neked, jót tesz neked. Van egy kérdés, és 7 napon belül megkapod erre a választ. Valaki vár rád, hiszen látni akar téged. Lesz egy ünnepség, és ott lesz majd egy fontos találkozás. A királynak van egy trónja, ez a trón biztos, de neki vannak ellenségei is. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!